Sziasztok kedves nézőim! Ahogy az előző videóban láthattátok, a jól feltápolt karakterem elég csúnya véget ért, mikor a katonai bázison valaki szépen fejbevert hátulról, miközben én épp a hátizsákomban matadtam, úgyhogy annak rendje és módja szerint most el is indítottam egy új karaktert, és a cél az, hogy ismét egy kicsit feltápoljam magamat. Ebben az első lépés, amit mindenképpen meg kell tenni, az az, hogy szerzek magamnak egy nagy hátizsákot, ugyanis anélkül gyakorlatilag lehetetlen rendesen nekivágni a Daisy világának. Viszont azt tudni kell, hogy amíg nem érkezik meg a következő nagy patch, addig az építkezéseken, a különböző városok építkezésein lehet találni ilyen nagy hátizsákot, és hogyha látjátok, akkor én épp most egy ilyen építkezés felé tartok, ahol nagyjából 90% esélyem van rá, hogy találok egy ilyen legnagyobb méretű hátizsákot, ami mindenképpen az egyik legfontosabb lépés a karakternek a kitápolásában, ugyanis hiába találunk cuccokat, hogyha nem tudjuk őket berakni a zsebünkbe, úgyhogy én mindig azt tartom az egyik legfontosabb lépésnek az elején, hogy szerezzek egy hátizsákot, és hogyha minden jól megy, akkor erre sor is fog kerülni perceken belül. Aztán, hogyha megvan a hátizsák, akkor nekiállok annak, hogy ezt a hátizsákot megtöltsem mindenféle jókkal, úgy, mint étel és ital. Ételekből általában a konzervekre szoktam rámenni, ugyanis az legalább négyszeri étkezés biztosít egyetlen egy konzerv, illetve mindig ügyelek arra, hogy ne csak kólát és különböző ilyen dobozos üdítő italokat gyűjtsek be, hanem az a legfontosabb, hogy legyen nálunk kulacs vagy vizes palack, ugyanis ezek bármikor újra tölthetőek, hogyha találunk csapot, illetve kis kutakat a városban, és ilyenkor azért ez fontos, hogy ne eldobható ital legyen nálunk, hanem olyan, ami visszatölthető, ugyanis az nagyban megnöveli a túlélési esélyeinket, ha tudjuk, hogy még ha el is fogyott az innivalónk, akkor tudjuk, hogy ha közelben van város, ahol találhatunk ugye kis kutat, akkor pillanatok alatt visszatölthető ez az eszköz, és onnantól fogva meg vagyunk mentve attól, hogy esetleg szomhelát halljunk a pálya közepén. Szóval itt vagyunk az építkezésen, és tényleg ezekről az építkezésekről tudni kell, hogy elég jó lootot lehet találni, és ahogy láthatjátok, én rögtön találtam is egy első segélycsomagot, ami így kezdésnek mindenképpen egy pozitív dolog, de egyelőre nem veszem fel, ugyanis nem tudom hova betenni. Viszont ez azt is jelenti, hogy ha szerencsém van, akkor előttem itt még nem nagyon járt senki, ami azt jelenti, hogy akkor odafönt általában az építkezésnek a tetején találok majd valamilyen hátizsákot. A videó minőségéért egyébként elnézést kérek, egy kicsit szaggat, jelenleg 20 FPS-re megy a játék, Frapszer rögzítem ugye a játékmenetet, és ez elég rendesen leterheli még ezt a gépet is, amit itt használok a szerkesztőségben. Úgyhogy ha egy kicsit ugye ugrál a kép, hát azért elnézést kérek, de nem tudok mit tenni. Azt hiszem azért ez még az az állapot, amikor alapvetően élvezhető a játék, mind számomra, mind azokra is, akik nézik. És ahogy láthatjátok, már is sikerült egy workbench-et a hátamra akasztanom, ami olyan nagyon azért nem dobja meg a túlélési esélyeimet, de azért mindenképpen jó tudni, hogyha esetleg kaszabolásra kerül a sor, akkor legalább van valami, amit elő tudok venni. Az ott egy rohadt banán, rohadt ételt semmiképpen nem eszünk, ugyanis annak nagyon gyorsan az lesz a vége, hogy nyomhatjuk a respawn-t a karakterünkre, és attól tartok egyébként, hogy egy kicsit elkiabáltam ezt a dolgot, mert jelenleg itt egy deka hátizsák nincs az építkezésen, ami egyébként előre vetíti azt, ami hamarosan várható a játéktól, azaz ezeken a helyeken, az építkezéseken nem lesz már akkora esély a hátizsákok szerzésére, mint korábban volt. Ugye nekem mindig ez volt a taktikám, hogyha új karaktert indítottam, akkor azonnal építkezés felé vettem az irányt. És hát valószínűleg akkor a jövőben pont ez fog rám várni, mint ami most is, hogy eljövök ide, és nem fogok találni hátizsákot, ami egy kicsit csalódás, de benne van a pakliban, illetve azért még olyan körültekintően nem jártam körbe a helyet, úgyhogy még az is lehet, hogy szerencsém lesz, de korábban mindig a legfelső emeleten bukkantam rá a szükséges felszerelésre. Amennyiben nem találok hátizsákot itt,
akkor folytatom az utamat észak felé, ahol van egy kettészakadt hajóroncs, ahol egyrészt főleg ruhákat lehet találni, illetve ételt, és néha hátizsákot is egyébként, és illetve kivételes esetekben még fegyverre is van lehetőség, ami mindenképpen hát nem árt, hogyha van az embernél fegyver, bár azt azért az előző videóban is láthattátok, hogy ha egy kicsit nem figyel az ember, már pedig én egy kicsit nem figyeltem, akkor könnyen lehet, hogy az lesz a kaland vége, hogy valaki hátulról meglepi, és lehet akármennyire jól felszerelt az illető, néha elég egyetlen egy volt a csapás is véget ér a kaland, mint ahogy az történt velem is. Ez van. Ez egy ilyen játék egyébként. Olyan sokszor megtörtént már velem, hogy igazából fel sem idegesítem magam rajta. Ez van, ehhez hozzá kell szokni, ez része ennek az élménynek, tehát hogyha valaki esetleg az ilyentől el tudja veszteni a kedvét, az egyelőre inkább ne ruházzon be a játékra, mert ez sajnos teljesen normális. Igazából úgy lehetne ezeket a dolgokat kikerülni a legegyszerűbben, hogyha nem egyedül vágtam volna neki a kalannak, hanem mondjuk valaki társaságában, akár Chris-szel, akár Wilsonnal, akár Csocsóval, azonban erre most nem volt lehetőség, hiszen ők otthon vannak, én pedig itt játszom egyedül, de hát ez van. Úgyhogy egyelőre alkalmazom azt a taktikámat, hogy megpróbálok hátizsákot találni, elindulok majd a hajóroncshoz, de előtte meglátogatom ott azt a magasabb épületet, mert ezek olyan helyek, ezek a betonépületek, ahol azért lehet találni különböző cuccokat, kis szerencsével, akár ételital, kulacs be fog most esni, hogyha nem, akkor továbbállok, és tényleg a hajó felé veszem az irányt, ami eddig még soha nem okozott nekem csalódást. És hogyha a hajóval végeztem egyébként, akkor utána átváltok a sínekre, tehát hogy a síneken folytatom tovább az utazást, és északon van egy városka, ami eléggé jól fel van szerelve minden egyes alkalommal, mikor oda megyek, tehát hogy tele van lúttal, viszont jelenleg még egyetlen zombi sem található a városban, ami azért nagyban megkönnyíti az ember életét. Láthatjátok, hogy miközben eljöttem ide, legalább három zombi mellett eljöttem, illetve van ott egy balra is beleragadva a betonba, mert ezek a zombik, ezek ilyenek, hogyha éppen arról van szó, akkor képesek úszni a betonban is, és hoppla hopp, találtam is egy konzervet. Ez mindenképpen jó kezdés, kár, hogy egyelőre nincsen semmi, amivel ki tudnám nyitni, de hohó, rám mosolygott a szerencse, rögtön találtam egy hátizsákot, ezt jó mennek veszem, nagy mázli, hogy bejöttem ide ebbe az épületbe, mielőtt indultam volna a hajó felé, azért ez a hátizsák, még hogyha nem is a legnagyobb, jelentősen megnöveli a túlélési esélyeimet. Ez itt egy fegyvertisztító készlet, ezt már fölismerem, olyan sokszor használtam, egyelőre sok haszna nincsen, de a későbbiek során biztos, hogy jól fog jönni. Nem tudom egyébként, hogy a jelenlegi állapotban mennyire van jelentősége annak, hogy az ember megtisztítja-e a fegyvereit, avagy sem. Én a biztonság kedvéért, hogyha találok egy mordájt, akkor mindenképpen végre szoktam hajtani a tisztítást, ami egyébként csak annyi, hogy az egyik elemet ráhúzom a másikra, és ezzel megtörténik a fegyver kitisztítása. Szerintem egyébként egyelőre nincs jelentőséget, valószínűleg a későbbiek folyamán lesz, de ha már van rá lehetőség, akkor miért ne csinálhatnám meg. És most itt nem is akarok túl sok időt elvesztegetni, még felnézek ide-oda-amoda, aztán irány a hajó, az alapvető cucc, a hátizsák, amit mindenképpen szerettem volna megszerezni, az megvan. Kezdésnek ez mindenképpen jó, és ott egy zombi, aki mellett én most elrohanok, ugyanis nem állok le egy csavarkulccsal, vagy mivel verekedni, ugyanis egyedül a tűzoltó balta az, ami képes arra, hogy egyetlen csapással végezzen a zombikkal, és amíg egyébként van lehetőség futásra, én mindenkinek azt javaslom, hogy teljesen felesleges leállni a zombikkal hadakozni, ugyanis semmiféle plusz nem jár értük, ugye hiába öljük meg őket, loot nem lesz náluk, viszont nagy az esélye annak, hogy egy véletlen mozdulattal szépen megcsapnak minket, elkezdünk vérezni. Nekem még ugye kötszerem sincsen, úgyhogy ez villámgyorsan az egyébként is zsenge karakterem végét jelenteni. Úgyhogy céljen a futás, de a DayZ-ben mindenképpen hasznos. Még ott látok egy nagyobb épületet, amit úgy gondolom, hogy érdemes meglátogatni. Aztán megmutatom nektek azt a hajót, amit minden kezdő játékosnak
érdemes meglátogatnia, viszont ahogy az az előző videóm során is láthatóvá vált, nagyon-nagyon körültekintőnek kell lenni, nem szabad sokáig nyílt terepen és sokak által látogatott helyeken áldogálni és matatni például a hátizsákban, ugyanis nagyon könnyen az lehet a vége, hogy valaki mögénk kerül és egy pillanat alatt véget vet akár a többnapos gyűjtögetési fázisainknak. Én is szoktam egyébként ezt csinálni, mármint nem azt, hogy másokat hátulról megtámadok, hanem bemegyek egy helyre, ahol tudom, hogy viszonylag jó lútot lehet találni, és ott lépek ki a játékból, és ott lépek vissza a játékba, ezzel gyakorlatilag lerövidítem a rút szerzésnek a lehetőségét. Viszont ennek megvan az a hátránya, hogy mások is tudják, hogy ugye lehet így dolgozni, lehet így játszani, és ilyenkor könnyen az lehet, hogy megjelenés után rögtön olyanokba botlunk, akik már ott vannak, vagy éppen mellénk érkeznek meg, és ilyenkor csak a szerencsém múlik, hogy ki húzza meg először a ravaszt, vagy ki az, aki először csattintja el a baltát. Úgyhogy én egy ideje leszoktam erről, és mindig igyekszem ez ilyen népszerű helyektől egy kicsit távolabb letenni a karaktert, és úgy később megközelíteni a dolgokat. Viszont ez ugye legutóbb nem vált be, és ahogy láthatjátok, itt van a kút, amiről beszéltem. Itt egyébként bármikor lehet inni, nekem a karakteremnek is most szüksége is van egy kis folyadékfelvételre. Na még egyszer. És hogyha most lenne nálam kis műanyagüveg, esetleg kulacs, akkor most boldog lennék, ugyanis fel tudnám tölteni, és biztos lehetnék benne, hogy a közeljövőben nem kell amiatt aggódnom, hogy nem találok időben innivalót, de egyelőre akkora mázlim még nem volt, hogy találjak ilyen eszközöket, úgyhogy be kell érnem azzal, hogy addig iszom, amíg a menüben el nem tűnik a szomjúságot jelző mutató, és most, hogy ezzel megvagyok, folytathatom az utamat, de azért még egy ilyen épületbe megyek, mert ezek a panelek, hogyha láttátok az Ezzel játszunk videót, amiben Csocsó játszott Krisszel, meg amiben néha én is egy kicsit belekontárkodtam, akkor láthattátok, hogy ezekben az épületekben azért szokott lút akadni, bár azt el kell ismerni, hogy azon a bizonyos napon Csocsónak elképesztően nagy mázlia volt, amit azóta sem sikerült megismételnie, és hiába volt olyan, hogy én is visszamentem arra a helyszínre, nekem sem sikerült megismételnem, és itt ismét egy fegyvertisztító készletre bukkantam rá, amire azért így kettőre már végképp nincsen szükségem, úgyhogy egyelőre azt kell mondanom, hogy ennek az épületnek a meglátogatása nem volt annyira jövedelmező, de most mindegy is, nem pazarlom erre az időt, inkább megyek tovább a hajó felé. Egyrészt, hogy megmutassam nektek, és legyen értelme ennek a videónak, mert azt gondolom már láttátok milliószor, hogy milyen az, amikor az ember házakat lootol ki. Másrészt ugye az én, hogy is mondjam, kezdő utamnak mindig ez a második állomása, és hogyha azt körbejártam, akkor utána fogok elindulni még északabbra a már említett városkával, amiről azt kell tudni, hogy jelenleg tényleg nincsenek még benne zombik, viszont a héten érkező új patchben már a fejlesztők ezt úgymond orvosolják, és nem mostantól nem lesz akkor a mázlink, hogyha oda megyünk, hiszen te valószínűleg ott is meg fognak jelenni az élőhalottak, ez azonban engem egészen addig nem zavar, amíg a lootnak a mennyisége ugyanolyan lesz, mint korábban. Erről a városkáról egyébként azt kell tudni, hogy ha oda bementek, és van nátok hátizsák, akkor egészen jól fel lehet szerelni a karaktert. Tele van étellel, tele van itallal, nagyon jó kiegészítőket lehet találni, ruhákat, például esőkabátot, ami plusz 6 slotnyi helyet biztosít, illetve minden egyes alkalommal, mikor én ott megjelentem, találtam fegyvert, méghozzá olyan fegyvert, amihez rövid időn belül még lőszer is akadt, úgyhogy amikor új karaktert kezdek, én mindig ezt az utat járom végig, ami nem mondom, hogy nem monoton és unalmas, viszont így biztos lehetek benne, hogy nagyjából másfél óra alatt el tudom juttatni egy olyan szintre a karaktert, ami már azért nem olyan rossz, tehát van nála étel, van nála ital, van nála fegyver, tehát túléli a DayZ-ben való mindennapokat, egészen addig, amíg esetleg nem találkozik egy olyan karakterrel, aki nálam jobban felszerelt,
illetve hát megvan benne az a kellő agresszivitás, hogy igazából kérdezés nélkül legyakja a másikat, de hát ez van, jelenleg ez jelenti a Daisy szépségét, hogy nálam legalábbis, tehát hogy hiába haltam már meg több százszor, na jó, nem több százszor, de egy tucatszor már biztos, mindig ott van bennem a késztetés, hogy elindulok újra, mert tudom, hogy megtanultam azokat a lépéseket, amikkel fel lehet fejleszteni a karaktert, és még mindig találok élvezetet abban, hogy túlélem ezeket a helyzeteket, és tényleg ugye a játék másról sem szól, csak arról, hogy túléljük a mindennapokat, és ez valahogy szórakoztató. A játék egyébként, ahogy láthatjátok, egészen jól néz ki, az én gépemen jól is fut, és tényleg csak ez, hogy hihetetlen mostoha körülmények között kell boldogulnunk, ez ilyen egészen érdekes játékélmény biztosít. Nagyjából másfél hete van meg nekem a játék, és ez alatt az idő alatt több mint 30 órát öltem bele, ami mindenképpen egy komoly teljesítmény, legalábbis részemről, ugyanis nagyon ritkán szokott ennyire beszippantani. Egy olyan játék, amiről ráadásul ugye a PC Guru magazinban nem is kell semmilyen cikket írnom, a munka mellett mostanában főleg azokkal a játékokkal szoktam húzamosabb ideig foglalkozni, amelyek valamilyen cikk formájában megjelennek majd a PC Guruban, viszont a Daisy-t az pusztán szórakozásból vásároltam meg a már említett Ezzel játszunk videó elkészítése után, ugyanis előtte nem nagyon foglalkoztatott Daisy, viszont így Wilson nagyon sokat játszott vele, és Chris is megvette, és amikor láttam, hogy a srácok hogyan játszanak, akkor valahogy valamiért megragadott ez a meglehetősen furcsa játékmenet, ahol tényleg annyi a cél, hogy maradj életben, szerez minél jobb cuccokat, és borzasztóan élvezem, és miközben elmondtam legalább 6-szor, hogy mennyire élvezem ezt a játékot, megérkeztem a hajóhoz, amiről már ugye beszéltem, és szépen szisztematikusan akkor most át is nézzük ezt a hatalmas nagy kettészakadt ladikot, amiről azt kell tudni, hogy mind a két felérbe érdemes bekukkantani, viszont úgy van megtervezve ez a hatalmas hajótest, hogy csak úgy lehet átjárni, hogyha először fölmászunk az egyik részére, aztán fölmászunk a másik részére, viszont tényleg az eddigi tapasztalataim alapján ide mindig érdemes eljönni, ugyanis valami használhatót biztos, hogy találok majd itt. Ott például lent szerintem az egy sapka lesz, ami hát mondjuk a használhatósági szintet nem annyira emeli meg a karakternek, de legalább lesz rajtam valami. Illetve már is itt vagyunk, és ez vagy egy nadrág lesz. Hát ez egy újabb t-shirt, ami azért nem akkora nagy dolog, de ugye lehet belőle csinálni kötszert, úgyhogy már ennek is örülök, én is ezzel is beljebb vagyok. Ugyanis, hogyha ne adj Isten, megtámad egy zombi, akkor és elkezdek vérezni, a vérzést csak is kötszerre lehet elállítani, ami mindenképpen fontos. Itt van egy nadrág, ami ugyanolyan, mint ami rajtam van, úgyhogy ezzel szintén nem vagyok beljebb. Nem baj, caplatunk tovább, nem adjuk fel, fölmegyünk a fedélzetre. Természetesen egyébként a loot attól is függ, hogy van-e valaki most épp itt velünk egy időben a hajón, ami egyébként egyáltalán nincsen kizárva. Elég nagy hajóról van szó, illetve, hogy járt-e előttünk valaki. A dolgok ugyan újra töltődnek egy idő után, de ettől függetlenül könnyen lehet, hogy pont akkor érkezünk egy helyszínre, miután valaki elhagyta azt, és ilyenkor azért a normális lootnak a lehetősége bizony-bizony lecsökken, és jelenleg egyelőre nem váltotta be a hozzáfűzött reményeimet a hajó, de az igazán komoly loot egyébként a másik oldalon szokott lenni. Úgyhogy nem adom fel, keresgélek tovább, átmegyek mindjárt a másik oldalra is. De legalább már van egy baseball sapkám, most már borzasztóan jól nézek ki, igazán trendi vagyok a Daisy világában. Illetve van kötszer, amiért mindenképpen hálát adok a sorsnak, ugyanis ez legalább olyan fontos, mint a hátizsák. Tehát hiába vagy jól felszerelt, és hiába vannak cuccaid, hogyha nincsen nálad kötszer, amivel elláthatod az esetleges sérüléseidet, akkor kész, akkor vége. Ugyanis
pillanatok alatt elvérzel, beszürkül a világ, elmosódik, aztán egy idő után szépen eszméletedet veszted, és gyakorlatilag véget ér a játék, újra respawn, kezdhetsz mindent az elejéről, úgyhogy ha játszotok, akkor arra mindenképpen figyeljetek oda, hogy legyen nálatok kötszer, ugyanis villámgyorsan be tudjátok kötni a sebeteket, és hogyha nem veszítetek nagy vért, akkor ha nem veszítetek sok vért, akkor az gyakorlatilag azt is jelenti, hogy különösebb probléma nélkül túlélitek az esetleges balesetet, amit a zombik okoztak, és hoppá-hoppá, egy kollégia itt előttünk. Hát vagy leesett, vagy valami sokkal rosszabb történt vele. Nézzük, hogy mi volt nála. Hát kérlek szépen, barátom, a pólódból csinálunk kötszert, elvesszük az iránytűdet, az infúziós tasakodat, és van rendes kötszer is, tehát nem rongyok. Ugye ezekre eddig kötszerként hivatkoztam, de igazából ezek nem kötszerek, hanem rongyok. Ennél sokkal jobb, hogyha rendes kötszer van nálatok, ugyanis az steril. És bár jelenleg a játékban még a rongyok is ugyanúgy működnek, mint a steril kötszerek, idővel biztos, hogy lesz egy olyan patch, ami ezt meg fogja változtatni, és hogyha rongyal kötitek be a sebeteket, ami nincsen fertőtlenítve, annak bizony könnyen lehet, hogy az lesz a vége, hogy elfertőződik a seb, és hát belehaltok abba, hogy nem láttátok el magatokat rendesen, viszont egyelőre ez a veszély engem még nem fenyeget, ugyanis ez a verzió még nem így működik, úgyhogy ettől jelenleg nem kell félnem. A szerencsétlen flótásnak, hát kíváncsi lennék, hogy most őt valakit esetleg lelőtte, vagy megtámadta, vagy tényleg csak leesett, és bal szerencséje volt. Nem tudom. Remélem az utóbbi, mert ahhoz most nincs nagy kedvem, hogy ismét belefussak valakibe, aki ellátja a bajomat, mert hogyha egymás után többször történik meg ez a nem túl kedvező dolog, akkor az bizony el tudja venni az ember kedvét a játéktól. És most fogok elérni egyébként a hajó azon részéhez, ahol a legzsírosabb cuccokat lehet találni, de nekem van egy olyan gyanúm, hogy most a létrás bugot figyelhettétek meg működés közben. Tehát nekem van egy olyan gyanúm, hogy ezt valaki már előttem kipucolta, ugyanis eddig nagyon szerény az, amit összetudtam szedni, ahhoz képest, amit itt általában találni szoktam. Úgyhogy most valószínűleg azt is fogom tenni, hogy most itt végignézem azokat a helyeket, ahol általában ezek a cuccok megjelennek, és mivel nagyon úgy néz ki, hogy nem találok semmit, azért azt fogom tenni, hogy most itt fogom hagyni a karaktert, valami kevésbé frekventált helyen, az egy hajó egyik eldugottabb részében, és később visszajövök ide egy másik szerverre, hát ha nagyobb szerencsém lesz. A Daisy türelemjáték is, tehát hogy nagyon ritkán jön össze annyira jól a dolog, hogy minden meglegyen elsőre, és jelenleg is ez a helyzet. Nincs szükségem musankára. Tehát az elején szerencsém volt, találtam hátizsákot, találtam egy konzervet, már csak kellene valami, amivel kibírom nyitni a konzervet, de egyelőre azt hiszem, hogy most itt hagyom a karakteremet, itt fogok kilépni a játékból, és később innen folytatom. Ha lesz rá lehetőségem, akkor ezt a videót is kommentárral fogom ellátni. Addig is, hogyha bármilyen kérdésetek van, akkor a kommentek között igyekszem majd válaszolni, illetve ha tetszett a videó, akkor nyomjatok egy lájkot, mert abból látom, hogy érdemes ezt a sorozatot ebben a formában folytatni.